Én a Robit most így erre a műsorra készülve úgy döntöttem, hogy elnevezem Sali Hisztornak. Sali Hisztor. Mert abból saját... csak egy van. És az ugye igaz, Robi, Robi költő, író, dalszövegíró, zeneszerző, grafikus, milyen jó, hogy a humorista. Színész, még az most jön. Humorista, szerintem még filozófus is, mert nincs olyan művészeti ág, amiben ő ne lenne zseniális. Egyetlen egy szóval lehet őt jellemezni. Tündér egyébként, mert mondtam neki, hogy van egy-két olyan barátom, akit elhívnék, és kellemetlenül érezném magam, mert hát szétdicsérne. És mondtam, hogy téged azért hívlak, mert egy intelligens, reális pali vagy. Tudod a helyén kezelni. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja a Kapod. Mai két vendégem Dolák Sali Róbert, Sali Hisztor, és Janikowski János, Jani Hisztor. Kettejük barátsága, egy spontán barátság. Mindent megtettünk a diszkomfort érdekében. 8. 8. Az asztallábakat úgy igazítottam, hogy direkt útba legyen. Szuper. Én már megtérdeltem. Azt elárulom, hogy amikor néztem most valami beszélgetésedet, akkor innentől egy ilyen sötét őzé van. Csak micsoda? Mondom. Egy ilyen sötét, tehát innentől a mellettől sötét vagy lefele. De engem ez nem zavar, csak de ez a, való életben is így van egyébként. Akkor jó. Tehát, ez teljesen innen normális. Innen mindig jó, mint hogy ilyen sön életed. Én már készülök a mellszobor utóéletre. Ez nem kritikának szántam, csak mint érdekes. Nem, lassan el is fogok tűnni egyébként köldöktől lefele, már nem létezem. Egyébként tényleg lebeszéltétek egymást az Ingról? Én nem beszéltem rá. Hogy lebeszéltük, csak... De még direkt azért vettem inget, mert olvastam, János, hogy te nagyon adsz magadra, és akkor eleve rettegtem, hogy meg fogsz jelenni. Ha már más nem ad rám, legalább én adjak magamra. Rettegtem, hogy meg fogsz jelenni háromrészes öltönyben és díszsebkendőben. Persze, és mellény lesz rajtam. És... Igen. Igen, Robertet pedig sosem láttam még. Hát a Boborján volt talán a legelegesebb. Igen. Akkor az is egy zakó volt. Igen, bár egyszer vettem egy naftalin pulóvert. Az nem hagytam ki. De hol? Hádában vagy? Nem tudom, hogy hol. Az én drága feleségemmel bementünk valahova, és mind azt hallották körülöttünk, hogy ez túl jó. És akkor vajon mit gondolt az, aki ott állt mellettünk, hogy miért akarunk mi szarpulóvert? De hogy ez milyen rossz már, hogy rád ég egyszerűen az, hogy furán beszélsz. És ez a minimum, mert nekem mondták a csajok hosszú évtizedeken keresztül, különböző lányok, hogy azt mondja, hogy te jó kicseszel magaddal. Miért? Azt mondja, hát csak olyan figurákat jelenítesz meg, akikben nem lehet bele szeretni. Igen. A kéjenszereg, tehát ezzel nehezebb, hogy csakalom, ezzel is nehéz. No kérem, ezzel még nehezebb. Igen, legalább a Leopold legalább vetít. Az legalább vetít, de az is hogy néz ki. Kis de az nem cél bele szeretni, nem? A fellépőbe. Tehát hiába nem vagyok figurában, szerintem belém is nehéz belém de szeretni. Hogy is, hát a családomról beszélek meg arról, hogy milyen nyomorú. Jó, de hát az, hogy valaki humoros fiatalember, annál nem kell erősebb. Ezen a skálán te jó helyen vagy. Mondja ezt Dolák Sali Róbert, a fiatalembert, aki nálam, nem tudom én, 18 évvel idősebb, a te perspektívában. Sajnos én többen szerintem. Megnézted mennyivel? Te 55-ös vagy, igen. Én meg 78-as, tehát az 18 plusz 5. Így. Igen, az annyi. Az azért valamivel több, mint amit ő állított. Nektek hol kezdődik a barátságotok? Igen. 20 éves korunktól ismerjük egymást kb. Így van, és ezt két csajnak köszönhetjük egyébként. Igen. A Robi... Jártatok barátnőkkel, vagy? Igen. Igen. Akik igen. Viszont összebarátkoztak, és mi véletlenül találkoztunk. Igen. Jó, voltak ilyen négyes randik? Most akkor elmeséljük ezeket a szinget találkozókat. Hát Robi... a vitelről lehet beszélni én simán. Bátran, testileg jó barátok. A Mester utcában lakott akkor a Robi, az akkori feleségével, ugye jó mondom. Az akkori Mester utcában. Igen, az akkori Mester utcában, az akkori Robi. Az akkori Mester utca az, hogy megvan, talán az a ház is. Igen. És, az akkori 9-ben. Igen. Akkori 4. emeleten. Igen.
Szóval ott volt az Egér, meg az én csajom a Mari, és akkor ők azt hiszem osztálytársak voltak, vagy mi valahol a tanító. Vagy együtt tanítottak. Nem a tanítóképzőre jártak. Szerintem a Kis János Altábor Nagy utcában jártak a tanítóképzőre. És szerintem az a állításom egyébként, hogy a Robi valószínűleg azért vonzódik a macskák iránt, mert a macskák segítettek neki, amikor a válása zajlott, Egértől való válása, az Egértől megszabadulni. Lehet, hogy ehhez van valami. Egér volt a beceneve, ha? Ja, értem. De csúnya kifejezés, ezt korrigáljuk. Már én korrigálom, hogy megszabadulni. Nem kellett megszabadulni. Nem úgy értem, hogy csak tőlem szabadultak meg. Igaz, hogy én léptem tovább, de aztán ők szabadultak. Igen, mit tettél? Kidobtam, és ott ültél akkor. Igen. Nem, hát akkor rettenetesen viselkedtem, de ő segített ebben a rettenetes időszakban emberré válni, azáltal, hogy ventilálhattam neki a dolgaimat. János csinált belőled embert. Igen. Tehát ez sikerült. Igen. De ez olyan 40 év, nem? Minimum. Még annak több. Hát nagyjából. 40 biztos. Egérrel mi van azon? Én néha beszélek vele. Ugye a régi feleségeimmel. Mint a kékszakálú hercegvára. Robi néha bennyit egy-egy szobába. Régi feleségeimmel és régi kapcsolataimmal én nagy részt jóban vagyok. Tehát ez egy 40 éves barátság, és akkor János, tehát tulajdonképpen ott voltál Robert életének minden fontosabb állomásán. Azt tehát lehet tudni. 1986-ban a legjobb pornó férfi mellékszereplő. De olyan szar ez, mert értene, ez egy irányt ad a beszélgetésnek, és mindenki azt gondolja, hogy ebben azért csak van valami. Jó, ezzel kapcsolatban én pont megfogalmaztam egy állítást. Elmondhatom, ja, igen, elmondhatom most. Már most, vagy most túl korán van. Na, ezzel kapcsolatos állításom konkrétan így hangzik, mert fölírtam, hogy nagy elroncsam. Robi akkor jött rá, hogy neki is színpadon van a helye, amikor Amsterdamban egy pornószínház nézőterén ülve hallotta, ahogy a fellépők egymással magyarul beszélnek. De János, ez úgy oké, hogy te is ott voltál, és a család is. Tehát két család ült ott, és néztük. De után 5-kor felteszem. Mondhattuk volna, hogy akár mi is lehetnénk ott, mert magyarul mi is tudunk, többiről nem is beszélve. Igen, ez nagyon izgalmas volt. De jó élmény volt. Jó élmény volt, de kiábrándító. Hát persze, tehát mi végig rögtük az egészet, de ilyen csöndbe próbáltunk így rögni, mert azért mégse jó, érted, ott ülnek emberek ilyen lógonyállal, mi meg valószínűleg rajtunk kívül senki nem vett észre, hogy ezek magyarul sutyorognak a színpadon. Hát egyszer elkezdtem. Vidd már innen, hányszor kértem, hogy... Gyakorlatilag két okból ültünk be. Az egyik az, hogy figyeljetek, nem izzad a homlokom? Nem. Jó, mert szóljatok, mert azt nem mert szeretném. Van pódered, mert itt nincs. Nem, arról az, hogy van alattam egy póló, de azt akkor levenném. Nem vedd le, itt. Vedd le, majd vágjuk. De tényleg? A pulóveredet is leveheted, hogy a... Figyelj, ez a beszélgetés tényleg egy irányba. Csináljuk. Kezdjük el. Melegem van, és azt... Na, tudod, hogy várjál, ez nincs benne a képben, mert akkor levettem. Nincs benne. Mert állatira melegem van. De részemről is rossz ötlet volt ez az internet. Gondoltam, hogy zavarba hozom azokat, akik pulóverbe jöttek a kedvemért. De... Nem, azt hittem, hogy hűvösebb van, érted? És hát ez nagyon nagy hűvösség. Lehet, hogy a téma az, ami... Kihozta. Ja, igen, tehát annyira zavarba. Persze, most zavarba jöttél ezzel a... Azt, amit képen kívül láttam, hangban el kell mondjam, hogy tényleg, még inkább melegem lett. Na jó, mert nem vagyok, dobom én is a text. Nem vagyok hajlandó ilyen, tehát itt izzadni, mint hogyha bármi problémám lenne, mert tök jó, hogy itt vagyok. Igen, nem klimaxol, szó sincs. Nem. De fantasztikusan jól tartod magad azt. Ugye? Kell, igen. Hallod, János? Hallom. De hát ezt miért csak nekem mondta? Azért ez látod, tehát ha akarja, ha nem, az ember mindig mond egy olyan dolgot, ami amivel nem PC, megsért. És a másikat megsért. Persze. Igen, Jánost most ismertem meg nálad, viszont látok egy 20 éves tendenciát. Tendencia? Hát ez kurva szar, már bocsánatot kérek. Igen, de tehát is ilyen infantilis feelinget? Nem, az én is ilyen szépen akarok megöregedni, mint te. Megöregedni. Igen. Tehát még egy, érted? Humoristaként, ha én 80 évesen így nézhetnék ki, nem a jutánom
majd számolunk. Tehát de tényleg, egyébként Robinak most már csak egy Einstein bajusz hiányozna. Ugye? Ezért nem gondolkodtál, hogy megnevezted? De, illetve de, hát állandóan bajuszt veszek fel a színpadokon. Az antibácsi. Igen, de ott egy sapka is van rajtad. Is. Na kérem, de még az és a Leopold is. De az egy kis tükdi bajuszt. De ez olyan érdekes, hogy Robi már 25 évvel, sőt már 35 évvel ezelőtt kitalálta magának azokat a karaktereket, amivé öregedhet. Így van. Hogy egyébként én is azt veszem észre magamon, hogy valamiért, ahogy öregszem, egyre inkább magam karikatúrája leszek. Ugye? De neked nincs olyan érzésed? De én nekem már vissza kell régen magamat tekerni kettővel, hogy most legyek annyira ilyen karikírozott, mint amilyen 10 évvel ezelőtt voltam. Igen, a lányom szokta mondani, hogy apa, ne most. Én ugyanezt szoktam tapasztalni. Persze, mert nekem van egy mondásom, és ezt naponta 50-szer használom, hogy állatok vagyunk. Uh-huh. És valamikor elkezdek ugatni. Kutyaugatás. Csak úgy? És, De mikor jön a postás, vagy mikor? Nem, amikor úgy érzem, hogy ott a helye annak, hogy én most ugatok, és a lányom ugyanezt szokta mondani, hogy... De azt tudod, nem, hogy én ezt egyrészt nem tudtam rólad, másrészt azt te tudod, hogyha mi egy nagy bevásárlócentrumban vagyunk, vagy valahol olyan helyen, ahol nem lehet azt mondani, hogy Dorka! Akkor az mondja, hogy... Azt te tudod, és nem a lányom tudtam azonnal tudja. És már fordul is oda. És nem keveri össze más kutyák ugatásával. Nem, abszolút nem. Hát bevásárlócentrumban nem nagyon ugatnak. Tehát ez nálunk egy ilyen családi hagyomány. Úgyhogy hát nem véletlenül vagyunk mi kapcsolatban. Pán Péter meg kukorékol egyébként. Igen. És nálad a lányot honnan tudja, hogy ugatás következik, hogy van előtte egy légszimat? Nem, már volt egy pár ilyen élménye, és akkor nyilván szégyelte magát, hogy hát apukája mennyire abnormális, és már érzi a hangulatból, hogy most következne az ugatás, és ezt megelőzze. Ettől még néha megtörténik, hogy akkor is ugatok, amikor nem szeretné. Különösen akkor szeretek ugatni, ha van ott kutya. Ó, és zavarba hozni. És reagál. Bizony. Vagy visszaugat, vagy nézi, hogy visszaugat, és de ahogy mondtad ezt a izét, ahogy igen, kutya figurába helyezted igen, magad, rögtön igen, átjött Boborján egy az pillanatra. Az egy kutya ihlette? Egy konkrét kutya ihlette, vagy csak úgy átjött? Nem. Szóval én sem vettem észre, hogy amikor például kutyákkal beszélgettem, úgymond, akkor ezt a pofát vágtam. Én ezt nem vettem észre. Tehát tulajdonképpen egy az egybe tőlük szedtem le ezt a figurát. És milyen érdekes, hogy most van egy tündéri édes drága bogár kutyám, ekkora, és neki is itt egy picit, ez lejjebb van mindez. Mert ugye a kutyáknak nagy részt általában lejön, de neki ez lejjebb van, tehát ő egy az egybe az én Boborján kutyám. Ó, de furi. És nagyon idegesítően aranyos. Tehát annyira aranyos, hogy már nem tudok, már le kéne ütni. Tehát. Jól meg kéne verni az aranyos kéne, igen, tehát annyira aranyos, hogy az már túl van azon a határon, ami elviselhető idegileg. És ezért mondok is neki csúnyákat. De nem érti. Nekem csak az a kutya fej van meg, amikor próbálod leparancsolni a kanapéról, hogy ez a egyszerre rémült, és kerülje a tekintetedet. Úgyhogy, de én ezt magamon vettem észre előbb, és utána fedeztem fel a kutyákban. Tehát a feleségem kért tőlem bármit, akkor vettem észre magamon ezt az arcon. De amúgy... Tehát nálad egy ilyen kicsit pejoráló feeling... Nem, én a kutyával sors közösséget vállalok. Ja, értem, hogy te annyiból, is. Hogy egyik mi se érti a nőket. Igen. Tehát, hogy pont amennyire a kutya nem érti az embereket általában, és azon belül a nőket, igen, és én pont ugyanezt érzem magam, hogy fogalmam sincs, miért mondja, de inkább csinálom. Hát ez a jeleneteidből, illetve a monológiaidból úgymond, ez kiderül. De ez milyen érdekes, hogy az ember szarászítja a családját, majd utána az a megkedvesen. Jó, sikerült? Nagyon-nagyon. A hasukat fogták, amikor beszéltem róla. János, te eredetileg mérnök vagy, mérnök üzletkötő, ha jól tudom. Igen, villamosmérnök lettem, és utána, miután nem szerettem igazából a mérnökséget, vagy nem is voltam annyira jó benne, első vizsgámon a mérnöki alapismeretekből megbuktam, az mutatja, hogy mennyire mérnöknek voltam való, úgyhogy rögtön elmentem üzletkötőnek. És kitaláltam a saját ohm-törvényemet, a hivatás ohm-törvényemet, hogy utálom a feszültséget és az ellenállást, az áram pedig magas,
tehát nem dolgozhatok mérnökként. Ez egyébként mindhárunkban egy közös vonás, hogy végül egyikünk se dolgozik mérnökként. Viszont az én édesapám az ekte mérnök volt, híd és útépítő mérnök, úgyhogy... De János, aztán te is magad mögött hagytad a reál pályát elég gyorsan, és azok a területek, amiken most mozogsz, azok nagyjából mind a bölcsész irányzatot képviselik. Ugye eleve édesanyád Janikovszki Éva, író, onnan gondolom rengeteg mindent hoztál genetikailag is, meg kulturálisan is, és te magad, azt mondjuk el, mert lehet, hogy kevesen tudják, a Móra könyvkiadónak a tulajdonosa és igazgatója vagy. Amellett, hogy van egy színházad is, az megvan még? Hát abban résztulajdonos vagyok, az megvan, az a vadszín. És egy divatboltod, ezért is vettem inget. Van egy divatboltod, mert hogy szereted a divatot, igen. És ezen nagyon röhögtem, az Andrássy úton, bemondhatjuk, mert senki nem fizet se azért, hogy nem mondjuk se azért, hogy mondjuk, az Ermenek Gildo Zenya. Tehát, hogy bevállalni egy olyan márka nevet, amit senki nem bír kiejteni a világon, az bátor. Eleve bátorság volt 2005-ben még a Louis Vuitton előtt az Andrássy úton luxus üzletet nyitni, főleg csak férfi luxus üzletet, tehát mindenki azt mondta, hogy te elmebeteg vagy, hát a magyar férfiak már, ha egyáltalán vásárolnak, azok mind külföldön vesznek, Münchenbe, Londonba, Párizsba, nem tudom én hol, tehát ez elmebetegség. De én mondtam, hogy én ezt nagyon szeretném, és ha az ember jól csinálja, akkor biztos, hogy ennek is van helye a fővárosban, és most már 17 éves az üzlet, úgyhogy... Igen, és tudom, hogy még vannak dolgozók, akik azóta, tehát még akkor kezdték. Így van, van egy lány, aki 17 éve nyitás óta velünk van. És most 17 éve. És most 17 éves, igen. Igen, meg vannak még öltönyök, amik azóta ott lógnak. Így van a remitenda. De hát Robi is egyébként, tehát hogy 17 éve fantasztikus, tehát hogy a plasztikai műtétek elképesztő, hogy ugye, mire képesek, sokat, hogy sokat segítettek, igen. Semmit tehát... nem venni észre. Igen. Olyan kiártam Amerikába, és ott csináltam. Fenekedet is ott csinálta. Sajnos nem látszik most, mert ez egy ülő pedig, podcast, pedig pláne nem hallani. Az egész szervezetemet átalakítottam. Új gyomrom van, új tüdőm, minden. Azért néz az ki ilyen csodásan. Mondj egy ilyen állatira idős ember. És Keith Richards vérét kaptad meg. Igen. De hát jól tett, abszolút. Hát, hogy a hallgatók nem látták, a nézőknek is képen kívül volt Robert, amikor az előbb levette a pólóját. Ugye? Igen, de ahogy Lovász Laci szokta mondani, hát házi kollégámról. Nagyon irigykedem rád, mert bármit tehetsz, és mégis ilyen az alakod. De az ilyen, az nem tudjuk, hogy milyen. Tehát, hogy az... De van egy sejtésünk. Szóval János megnyitotta ugye a divat üzletét 2005-ben az Andrássy úton, amellett, hogy ott van még a könyvkiadás, és ott van még a színház, tehát elég szerteágazó. És műgyűjtő is vagy, azt mondjuk el. Cene Béla gyűjtő vagy, és igen. Ugye a divaton keresztül tudtál csatlakozni Cene Bélához is, aki ilyen gyönyörű 60-es, 70-es évekbeli... gyönyörű modelleket festett, illetve talált, és azokat festette meg. A felesége is részt vett ebben a modellkeresésben, mert volt úgy, hogy leszólítottak egy BKV egy ellenőrt, hogy párosával ketten? Mind a ketten, hogy szeretnék őt meghívni, hogy álljon modellt. Most és visszacsatolása, és ez, ahogy indultunk. Igen, ez micsoda bizalom kell, nem? Hát hogy, ez óriási. Hogy oda jönne hozzá, hogy idegen házastán fél modellt kéne állni. Abszolút, mindenre igen, gondolnék, igen, csak igen, arra igen, nem, hogy tényleg, csak tényleg modellt kéne állni. De akkor ezek szerint csomóan úgy mentek oda, hogy azt hitték, hogy valami lesz, de csak festés volt. Nem, ezt még ezt sem hiszem, hogy azért mentek oda. Egyszerűen kereshettek, nem tudom, napi 2000 vagy 800 vagy 1000 forintot, és igen, az akkori pénz az akkori fizetésük igen, között az nagyszerű. Igen, plusz a jegyellenőrről lehetett tudni, hogy tud sokáig állni. Például. Azt elárulhatjuk a nézőknek, hogy te közel 70 éves vagy? Nem, azért annyi nem. Annyi vagyok, mint itt ez a... És róla ja, meg jó, nem árulhatod. 68, de így hát, van, az közel, nem hát hol van ezt, az ezt még a 70-től? Tehát amikor igen. Ezt mondod, hogy 68, akkor... 8. Nem 68 lett, de közel 70.
Igen, 37-68. De egyébként tényleg piszok jól tartjátok magatokat. Nagyon nehéz ezt ebbe belegondolni. Ezt. Ezt mondtam kamerán kívül, ti vagytok eddig az adás legidősebb barátai. Igen, csodálkoztam is egyébként, hogy két embén mérhív meg. Jó héten jön Terence Hill, majd ő egy 10-es trátok dob, de... De hogy miért? Ezt nem is értem, hogy miért hívtam. Azért, mert érdekesek vagytok, meg viccesek. És neked ez milyen örökség, ez már, hogy ezt milyen megélni, még így távol a 70-től is. Utána mi ketten erősebbek vagyunk azért, tehát utána azért. Persze, majd adunk neki. Még kétszer elmondja 70-et, én megölöm. Figyelj, lehet, hogy nem is lesz 70. Jaj, az a másik. Jaj, de gáz. Ezt viszont neked nem szóltuk. De ilyen rácsodálkozások még ma is vannak, hogy a Janikovszki Éva fia, mert én találkoztam egyszer Lócival. Igen. És ugye Lóci óriás lett, Lóci. Bézzel. És hogy nekem Lóci úgy élt, mint az a gyerek, és tisztában voltam vele, hogy én egy felnőtt emberre fogok találkozni, igen, de ennek ellenére meglepett, igen, hogy egy szemüveges bácsi, aki, igen, pont ugyanúgy nézett ki, mint az apukája. De ez nekem egy tök nagy élmény volt, hogy ott van a Lóci a versekből, de valószínűleg, az nem tudom, hogy neki milyen élmény, hogy ő azért nem tett semmit igazából, tehát úgymond nem az ő érdeme, de mégis az ő hagyatéka, és azt neki gondozni kell, meg ahhoz méltónak kell lennie, meg azt képviselnie kell, hogy te érzel magaddal szemben, vagy veled szemben másoktól ilyen elvárást? Hát nézd, ez egy őrült nagy felelősség, mert mégsem egyszerű állandóan valakinek a valakijének lenni. Uh-huh. Szóval néha az ember szeretne Janikovszki János lenni, és lehet, hogy ez hajt engem abba, hogy csináljak valami olyat, amitől már én vagyok. Tehát a műgyűjtő az már nem a Janikovszki van én kisfia, meg amikor megcsinálom az András Jutton ezt az Anya üzletet, akkor is maximum fölcsillan valakinek, azt mondom, hogy csak nem az Éva néni fia, hogy ez meghűlt, hogy ez, igen, mit keres ez itt, szóval, hogy valamit az ember belső hajtóerőtől hajtva csinál, hogy ő is legyen valaki. Uh-huh. Tehát ez biztos, hogy bennem van ez a végtelen bizonyítási vágy ezért is. Na, és ez szerintem egy tök közös pont hármunkban. Ugye nálad emiatt, Robi, nálad az, hogy édesapádat, aki 12 évesen elvesztettél, nyilván felé is így utólag is. Érzek, igen, hogy itt viszont fordította a helyzet, mert az én apámat nem ismerte senki. És ez borzasztóan nagy lelkiismeret furdalás az én lelkemben, hogy a sors így alakította, mert hát majd biztos, hogy ha még lesz időm rá, mert nem tudom, hogy most már hogy látom, hogy hullanak körülöttem a barátok, de apám dolgaiból szeretnék egy összeállítást valamilyen módon. Például olyan szalmaképet csinált, amit azóta életemben nem láttam. Tehát olyan annyira tehetséges volt, mint a csillag. Úgy rajzolt, hogy az valami elképesztő. Így csinálta kezével, lerajzolta, és nem hiszed el, hogy mennyire tökéletes kéz. Kezet rajzolni nehéz. Fogta ilyen skicceket csinált. Festett, rajzolt, mindenhez értett. Közben mérnök volt, közben csillagászkodott, közben mit tudom, ezt szoktam mondani, de ez is egy trúváj, hogy mit tudom én, csinált papírból olyan bukós isakot, amit tökéletes volt, belül megoldotta, de papírból, enyűből, stb. Fantasztikus. A rendőr elhitte, az aszfalt nem. Könyveket kötött, meg szóval millió dolg, amihez hozzáfogott, a műszaki érzéke zseniális volt, a motort megszerelte, szóval valami tévét csinált, fogta magát, és csinálta a 60-as években tévét saját kezüleg, és folytathatnám, tehát valami elképesztő. Tehát annyi, tehát ő azért volt nagy, hogy mondjam, nagy trauma, mert így eltűnik az Isten. Uh-huh. Tehát bármilyen kérdést föltettél, 60-as években a keresztrejtvények nem olyanok voltak, mint most, hanem tényleg nagyon nehezek voltak. Millió könyve volt, amit ilyen be kellett küldeni, és akkor millió ilyen könyve volt. Tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, nem tudtál olyan kérdést föltenni, ami irodalom zseni volt. Tehát is tudnám folytatni. Ez apapédia. Tényleg elképesztő, igen, és elképesztő, hogy 12 éves koromban, hogy, és kész. És eltűnt az Atya Úristen.
Hát ez rettenetesnek. Ja, és anyámat egy ilyen amatőr szín játszó csoportban ismerte meg, úgyhogy kiemelkedő volt, és imádták, és amikor ő jött, azt várták már, hogy a közönségek, mert annyira humoros volt és vicces volt. Tehát, hogy érted, tehát nem tudok olyat mondani, amihez nem értett, és közben pedig képzeld, amikor egy ilyen ember eltűnik, azt a vákumot, hogy egyszerűen most akkor mi lesz? Akkor most én hogy? Akkor egyáltalán meg tudom-e fogalmazni a kérdést, hogy én hova lettem? Tehát nem nulláról, hanem -100-ról indulva tudok-e én bármit csinálni, mert se a tudásom, se a tehetségem nem ér fel hozzá. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon elképesztő, súlytalan szituáció volt, amit nem tudok átadni, mert belül egy olyan hiátus azóta is, hogy alig tudom magam összeszedni, amikor erre gondolok. Nagyon érdekes, bocsánat, hogy elkomolyítottam. Nem, nem, köszönöm, ez egy ilyen beszélgetés, hogy mindenek helye van. Szóval, hogy ez fordított, és bocsánat, most átadnám a szót, hogy te mondtad rólunk, és akkor nálad ez mi volt? Hát nem, nálam pedig ez, amit mostanában így sokszor sok helyen elmondtam, hogy egy szenvedélybeteg, egy alkoholbeteg apa mellett nőttem föl, és nálam meg igazából nem, tehát hogy úgy volt, hogy nem volt. Nyilván volt nekem egy képzeletbeli apukám, aki mindenben más, és aki játszik velem, és aki megtanít dolgokra, nem tudom, és amikor meghalt az igazi apukám, akkor nyilván meghalt a képzeletbeli apukám is, meg a remény is, hogy itt valaha még lehet bármi, és az azzal való szembesülés, hogy itt nekem önerőből kell felnőnöm, megfelelnem, és küzdenem mások azért a szeretetért, amit otthon nem kaptam meg. Tehát nálam ez volt az a drive, ami aztán ehhez a fajta teljesítményhez segített. De hadd meséljek róla, de mondd el, és utána... Nem, ennyi. Az én élményem, mert mi viszont ott találkoztunk a Kappal, ahol egy rádió... kabaré fesztivál volt, vagy hogy mi volt az? Volt egy humorfesztivál 2006 tavaszán. Így van. És akkor tulajdonképpen én ott, ha jól emlékszem, én zsűrizkelek. Talán, igen. És akkor az történt, hogy utána volt egy párizsi út, amire a Rádió Kabaré elcitálta az öregeket is, meg elcitálta a fiatalokat is. 2006. október. Igen, és akkor mi a Medgyesivel voltunk hárman, igen. A Medgyesi Gusztival. Isten nyugosztalja. Igen, voltunk hárman, mert ott 100 fele szakadt ez a csoport, mindenki ment ide-oda, mi mentünk pont a Notre Dame-hoz például. Igen. Meg fölmentünk az Eiffel-toronyra. Megnéztük a Louvre-t. Igen, tehát mi egy társaság voltunk, és azt nem felejtem el, amikor azon röhögtünk a magyarok házába a földszinten éjjel 2:30-kor. Nagy visszhangos aulában. Visszhangos aulában, hogy én javasoltam, hogy nem lehetne, hogy esetleg szerzünk egy ilyen fém vödröt, és azzal focizunk egy picit, tehát, hogy így megadva az alapnak, megjöttek a magyarok. De végigrögtük az egészet, meg mit tudom én, és ott elképedtem, hogy ott például előadás címén a Kap azt csinálta, hogy az nekem akkor is már új volt, hogy úgy abból a kis néhány sétából összeállította ezért a mondandóját, és elnyomta, az utolsó napon léptünk fel, ha jól emlékszem. Igen. És azt úgy elmondta. És mondtam, te ezt hogy csinálod? Hát én nekem azért idő kell, amíg elszerzedem a dolgokat, de azt, hogy te fogod, és így ezéből csípővel, és akkor éreztem, hogy itt bajok lesznek, hogy a sajnos be fog futni. Nem, hát akkor... Idegesített. Nem, akkor még fiatal voltam, akkor még bármihez nyúltam, az új volt, mert még először dolgoztam fel, és amíg nem festettél hegyet, akkor megörülsz, és az első hegyet lefested, de amikor már 30 hegyet festettél, akkor már gondolkodsz, hogy most ezen mi a fogás. Akkor még bennem volt ez a tűz, de én is emlékszem, hogy ültünk valahol egy teraszon, hát így a kávézók előtt a székek ki voltak fordítva az utcára, és akkor ott néztük és pontoztuk a makulátlan öltözékben elhömpölygő párizsi embereket, aha. Csináltunk kis pontozó táblákat magunknak, és azt emelkedt, 9,8. A csajokat is pontoztuk, de ez jól öltözött pasikat. Igen, de ezért ma cancelelnének minket, úgyhogy jóvatosan. És ott még volt celeb feljelentő a magyar bulvár médiában. Igen. És valaki beküldte, hogy Dolák Sali Robertet látta a Rue de, nem tudom én hol, igen. Párizsban, két ismeretlennel.
és Megyesi Gusztáv, és én ültem, aki hát még nem, és igen. Már nem, és igen, akkor igen, Dalák Sanyi Róbert. Igen, milyen érdekes. Igen. És volt még egy fantasztikus élményem Párizsból, amikor a Louvre-ban megnéztük a Mona Lisát. Még akkor nem volt a Da Vinci kód, és nem volt ez az embertelen, így is embertelen tömeg volt, de még tűrhető, és mi még láttuk, úgyhogy nem fejeken keresztül, meg japán turista csoportokon keresztül kellett néznünk, hanem ott állhattunk a szalag előtt. És elképedve, elámulva néztük, és te annyit kérdeztél, hogy te úristen, ez mennyibe kerülhet? És Megyesi Gusztáv azt ugyanilyen elképedve válaszolt, hogy kerettel vagy keret nélkül. Beszélgetésünk csúcspontján megkérdezem akkor tőletek, hogy mi az a három állítás, amit hoztatok nekem házi feladatnak, bár egyet már elmondtál, János, erről a pornó színházról. Tehát az első, igaz-e, hogy Robi feleségét felhívta Robi távoli nő rokona a Karib-térségből egy hajóról, és azt mondta, hogy Robira hagyja a teljes vagyonát, ha kimegy érte. Igaz-e, hogy Robinak írt egy fiatal srác, körülbelül 15 éve, hogy ha valamelyik tagnak nincs kedve tovább csinálni a Lárpurral társulat tevékenységét, akkor ő szívesen beszáll. Igen, és akkor magyarul azt, hogy és ezt a srácot úgy hívták, hogy, és akkor hallunk egy olyan nevet, akit bántok, hogy nem szállt be. Én már nem adok semmit, mert nem akarom befolyásolni a dolgot. Igen, aztán a harmadik. És akkor a harmadik, ami a legmorbidabb. Igaz-e, hogy Robit felhívta Közép-Amerikából egy régi barátja, aki egy magyar főiskolán végzett, amikor megismerkedtek, és elmesélte, hogy 13 embert lőtt fegyverrel le, de csak 9 halt meg közülük. Ez három történet. Ez 70%-os siker. Aha, igen. A 13-ból 9. Igen. Kettő nem igaz. Kettő nem igaz? Kettő nem igaz, és egy nagyjából igen. Miért? Hogy nem az volt a kérdés? Hát nem, egy az volt, hogy egy hamis is kettő igaz, de nem igaz. Teljesen jó. Ez sokaknak megugorhatatlan létsz. Nem tudom, hogy az első. Bocsánat, én akkor de nem vagy, tök jó, annál izgalmasabb. Akkor egy igaz van közöttük, az szerintem ez a lövöldözős. Most mondjam Robi, meg, hogy mondd igen, meg, vagy nem. Mondd meg, igen. Egy kedves palit kell elképzelni. Egy kedves pasit kell elképzelni. Annyira aranyos volt, hogy a metron utaztunk, és a csajok így nézték. Egy ilyen nagyon kedves, helyes gyerek volt, és akkor mutatta, amikor már beszéltünk nem régen, mutatta a lövésnyomokat, meg mit tudom én. Hát gyakorlatilag könnyen ki lehet találni, hogy hát hogy is mondjam, nem feltétlenül egy ilyen legális vonalon működő valaki lett. Azt a mindenit. Így gyakorlatilag szanaszét lőtte az ellenfeleit, és hát majdnem meghalt ő is, de most legutóbb, amikor beszéltünk, akkor nem tudom hány cső lógott ki belőle, és várt egy szívműtétre, miután meggyógyul, föl volt már darabolva. Jó, hát mi meg a négyes úton jártunk fellépni, ez mennyire biztonságosabb. Igen. Ez furcsa, hogy egy ilyen embernek van még szíve. De ugyan nagyon kedves. Szia, Robi, szevat, majdnem olyan, mint a Leopold. Jaj, de igen, beszéltünk, majdnem hasonlít, egy ilyen nagyon kedves, ilyen nagyon túláradó baráti szeretettel üdvözölt, és amikor ez kiderült, akkor tényleg én is visszakérdeztem, hogy ez most nem vicc. Ne, dehogy is, hát tudod, hogy milyen kemény, nehéz volt. Bejött, és akkor ezért... Úristen. Hihetetlen. Beteneveszita. De a másik kettő is érdekes, na, hogyha gondolod. Az egyik az, hogy valóban felhívott egy régi rokonom a Karib-térségből egy hajóról, de ő nem azt mondta, hogy rám hagyta, egy csajról beszünk nálam pár évvel fiatalabb, hanem, tehát, hogy rám hagyja a vagyonát, hanem azt mondta, a feleségem vette fel, mert akkor még vonalas telefon volt, és azt mondta neki, hogy ne haragudjon, de költözzön ki a házból a gyerekkel együtt, ő nem haragszik rá, csak hogy az igazi pár azok mi vagyunk. Tehát 5 éves korában a szüleivel eljött Magyarországra, akkor találkoztunk, ez igaz, akkor voltam én 8, és akkor én udvaroltam neki, és akkor tudta már, hogy mi összetartozunk, és ne haragudjon, de tényleg a gyerekkel, és a költözzen neki a házból, mert ő jön.
Tehát ez volt az egyik, a másik meg a srác az nem azt írta, hogy ő beszállna a társulatba, hanem van egy óriási ötlete, mert mi már öregek vagyunk, ez 15 éve volt. Öregek vagyunk, és a társulat most már szerinte hagyja abba, és ők a haverjaival új Lárpullár társulat névvel folytatná a mi munkánkat, és menne tévéadásokba is, meg színházi munkákat is csinálna, és akkor mondtam, hogy aj, de jó ötlet, írtam neki, hogy ez eddig nem jutott eszembe, mert innentől kezdve én viszont Picasso leszek. És nagyon hamar megbasztálódok. Új Picasso. Ez miért Mick Jaggert felhívnak, hogy figyelj, már hullatok, mint a legyek, értelem. Fejezzetek, beillent a Rolling Stones, mi vagyunk. Megtanultuk a Satisfaction-t. New Rolling Stones. Igen. Na mindegy, hát szóval ezek ilyen izgalmas. Ó, de szép. De szép. De akkor még csak egy pillanatra itt a Lárpullárnál időzzünk már el, ugye, hogy most jelenleg az a felállás, hogy vagy te, Szász Simóni, Pető Zsolt és Stefanovics Angéla. Így van. Tehát kiegyenlítődött az ivararány. Így van. És Angéla bevált? Én egyrészt rögtön az első pillanatban megimádtam, és nem hittem el, hogy ő az. Tehát ez nem, illetve nem hittem el, hogy van egy ilyen tunik. Itt a stílus különbségek nagyon komoly problémákat okoznak. Tehát nem lehet bevenni egy olyan embert, akinek más az agybenése. Egyrészt, tehát azonnal, és emberileg is, hát hogy most már a Mónival a legjobb barátnők. De jó. Tehát egyszerűen egy probléma nem merült föl. Én előbb meghívtam az önálló estemre, és akkor mondtam a gyerekeknek, a Móniéknak, figyelj, be kell lépni az Angélának a társulatba. Szerintem ő még nem tud erről, de mit szóltok hozzá? Mondták, hogy azonnal. És amikor mondtam neki, akkor nem az volt, hogy hát, azt mondta, igen, komolyan mondod. Ez volt a hozzáállása. Aha. Akkor gyerekek. És ez milyen jó, mert ez rögtön ad egy ilyen új energiát az hihetetlen egésznek, ti is felpörögtök. Hihetetlen. Én úgy fogalmaznék, hogy nagyon szeretek próbákra is járni, meg fellépésekre is járni, tehát megfordult a világ. Tehát ez egy nagyon jó buli, és aha, szétröhögöm magam. Úgyhogy új vérátöm lesz. Na, nem is vagytok öregek már. Hát nem, az Angéla megjött. Azért mondom. Persze, ő igen, egy kislány. És az arány is javult, meg az átlag életkor is. Igen, és úgy látszik, hogy ez működik, ez a vérfrissítés, úgyhogy már csak 3 tagot kell lecserélni. Egyébként tényleg. Vissza fogom keresni annak a csávónak. Ezért, hogy egy csajt bírjanak már ki az Angélát, és akkor a többiek lehetnek. Igen, olyanok leszünk, de huligánsz, hogy már csak a csipa van ott. Istenem. És az is tök érdekes, hogy ugye te úgy kerültél oda, hogy téged Lár András hívott a humoros előadásra. Nem, Galla Miklós hívott. Galla Miklós hívott? Igen. De hogy te kiálltál a komoly dalaiddal, hogy majd itt így a van humoros műsort megszakított komolysággal, de mivel mindenki humoros műsorra jött, ezért röhögtek. Így van. Pontosan így van. Tehát ez abszolút nem tudott ez illeszkedni. Arra rájöttünk hamar, hogy ilyen humoros dolgok után nem lehet előadni egy komoly dalt. Hát abba is keresik a vicce. Jaj, de jó, nézek, hogy fogja a gitárját. Tehát tudja, hogy kell. Vagy nem tudom, hogy mi röhögte. Igen, de ez olyan érdekes, hogy abban a pillanatban, hogy kiírod, hogy humorest, hogy ez nekem régi veszőparipám, hogy a komédiát és a tragédiát csak egy hajszál választja el egymástól, és amiket én mesélek a színpadon, ott is van egy csomó olyan mondat, amit ha így kiragadnál a kontextusból, hát az nagyon durva. Hogyne. Meg egyáltalán, amiket karikírozol, azért aha, annak is van egy tragikus háttere általában. Igen. Úgyhogy ez nevetnek, így van. És hogy én hát is persze csak ott benne találtam magam egy humorestben, kis igen, szomorú dolgaimmal. Ha akartad, ha igen. Igen, de nevetne, ha akartad, ha igen. Ez meddig folyik még belőletek? Tehát ezt de legyen, én álmom ezzel sajnos. Tehát én magam is, amikor fölkelek és álmodok egy izét, én mondom a feleségemnek, hogy na, megint álmodtam valamit. Ja, Istenem, ne mondd el. Vagy a lányomnak mondom, hogy meséljek, angyalom. Tehát ez már megy 10 éve. Tehát amikor már 6 éves volt, már azt válaszolta. Apa, ne. Mert valami rém, akkora hülyeséget mondtam akkor is mindig, hogy apa, nem. De angyalom, ez jobb, tudom, de ne. Úgyhogy ebben megállapodtunk, hogy gyereknek nem mecsek, de mai napig is van. És akkor inkább átáltottál ugatásra. Igen, nagyon ügyesség. És akkor van még 3 állításunk, ha jól tudom? Amit ő. Én hoztam, igen, 3 állítást. Ebből hány igaz? Tisztelettel.
Szerintem biztos, hogy egy, mert én szerintem félretájékoztattam. Kettő is kettő? Lehet, de hallgassuk meg akkor szívesen. Egy repülőút alkalmával, amikor a stewardess a biztonsági előírásokat demonstrálta, Robi oxigénmackókat vizionált. Oxigénmackók. A második állítás, Robi közismerten imádja a macskákat. Igen. És a harmadik, Robi akkor jött rá, hogy nem... hogy neki is színpadon van a helye, azt már mondtam igen, egyébként az előbb. Szerintem nem akkor jöttél rá, tehát szerintem te már vakaroztál 10 évesen, hogy kiállhass a gitároddal. Tehát ez nem igaz. Igen. Igen, de hogy voltál pornószínházban, az igaz. Az igaz. De hogy neked ugye már a gitár és a zene volt az első olyan médium, amiben igen, úgy elképzelted igen. magad hosszú igen, távon. Főleg azért, mert oda apám próbált engem gitározni, tanítani, és akkor nem nagyon volt kedvem, és amikor meghalt, ez pont azokban az években volt, és amikor meghalt, akkor gyakorlatilag ilyen remegő kézzel levettem a gitárt, és van egy ilyen, megint csak egy picit szomorkás emlékem erről, hogy képzeljétek el, hogy a tok, akkor ez egy fekete műanyag tok volt, és levettem, és ott volt a három ujjának a lenyomata. Oh. Ahogy hozzáért, vagy fölrakta, vagy nem tudom, mindegy, szóval, vagy tehát poros volt, és ott volt a három, és össze körbe rajzoltam. És akkor az egy, szóval egy nagyon nagy erő volt ahhoz, hogy én nekem ez fontos, ez a hangszer. És a macskákat tényleg szereted? Hát figyelj, szóval. Az nem tudom, szerintem nem szeretem, mert most például kettő alszik rajtam, és amikor jön be így ez a nagy daga. Ó, és a macskának is boboljen fejem. Minden állat boboljen. Jön be így kurva nehéz a macska, magamban azt gondolom kurva anyádat, de hagyom mozdulatlanul, és a legkellemetlenebb helyre letelepszik a 600 kilójával, majd jön a pici, az is, az meg a másik oda, és akkor én nem tudok aludni normálisan, és fordulnom is úgy kell, hogy nehogy őszentségét véletlenül, mit tudom én, valami kár érje, mondjuk álmában át kell fordulni a másik oldalra. Hát akkor ez a válaszom. Tehát nekem az nem az, hogy van egy kutyám meg két macskám, hanem nekem ez egy élet stílus. Tehát ez fontos, hogy én lássam azt a rettenetesen hülye pofájukat. De az érdekes az, hogy a kutyám és a két macskám, de ez a két macska az nem tudja, hogy ők a tieid. Tehát ők ezt fordítva gondolják. Tartjuk itt a csávot, beengedjük az ágyunkba. Egyébként Robin Williamsnek volt egy szenzációs poénja, hogy a macskák vajon így ízélik a kutyát, így dumálják tele a fejét hülyeséggel, hogy figyelj már, Scooby, hogy te szereted a gazdát? Persze, őt szeretem legjobban a világon. És szerinted ő is szeret téged? Persze, hogy ne szeretne, nem, mert ott nekem ennyi, ő szeret engem a legjobban a világon, igen? És akkor mi történt a heréiddel? Ja, igen. Úgyhogy igen. Ez egy komoly kérdés. És mi volt a harmadik? A pornószínház, a macska? És a oxigénmackók. Ja, oxigénmackók. Hát az igaz, nem? Ez simán. De annyira sírva rögtünk, hogy az nem igaz. Együtt voltatok? Együtt voltunk. Nem egy nagy ügy, de hát ott hihetetlen. Hova repültetek? Aztán Amsterdam. Akkor pont Amsterdam. Én mondtam a Robinak, hogy... Bérleted volt már pornószínen. Egyszer volt Amsterdamba, de akkor el kellett oda. Te is hárombetűs vagy. Igen. DSR. Ami egy ilyen műszaki rövidítésnek is hangozhatna, nem tudom, mint az új akuscsavarhúzó DSR technológiával. De ráadásul... fordítva RSD, az meg már majdnem egy csábítószer. Igen, csábítószer. Igen. De hogy bocsáss meg, csak zárójelben, azt tudod, hogy volt egy NDK, ha jól emlékszem, NDK nem kivehető ajtós, egy NDK hajós vállalat, vagy DSR. Nem tudtam. El is mentünk oda még annak, hogy volt a DSR-ben, és hogy csináltunk pár fotót. Nem tudtam. Na viszont Attila is vagy. Igen. Így Dolák van. Sali Robert van, Attila, az viszont már négy betű DSR-á, és az viszont meg már úgy hangzik, mint valamilyen szindróma, nem? Mint valami, mint valami súlyos betegség. Én ezt összeírom, hogy mi a helyzet, és akkor ezt lehet használni más emberekre is. De szerintem ezt egyetlen egy emberre lehet használni rád. Azt tehát, mondod, hogy Dolák Sali Robert az egyetlen DSR-ás ember a világon, akinek ez a nagyon furcsa kondíciója eredményezi
azt, akit itt ma megkaphattunk. Figyelj, és a kapnál azt téged nem szokott zavarni, mert szerintem velem is előfordult, hogy néha petiznek téged. Ja, dehogy nem. Na, akkor jó. De hát téged velem is, igen, de én szerintem mondtam már neked azt, hogy Peti, nem emlékszel rá? De. Nálam ez azért veszély, vagy én azért vagyok veszélyeztetett, mert én hát legalább 40 nem tudom hány éve mantrázom, hogy nekem nincs memóriám. És ebben ja, van is valami, de hála Istennek. De ez Istennek jó, mert tudomásul veszik, és utána nincsenek elvárások. Ez nagy előny, mert nagy mindig előny. Úgy, mindig gyerek aggyal nézel rá mindenre, minden új. Minden nap, hát, minden meg, új. Kézzed, hogy... Szervus, de olyan ismerős vagy. Ki ez a jó nő a konyhában? Engedj, hogy megöleljen. És ilyen. De az én nagyom is ilyen egyébként, és én abban látom a hasznát, hogy amikor azt mondják nekem, hogy kutya, akkor nem konkrét kutyák jelennek meg a szemem előtt, hanem egy ilyen absztraháció a kutyáról. Tehát mivel nem túl konkrét a memóriám, ezért mindenről van valami ilyen közös élményem. Igen. És emiatt meg mindenben meg tehát tulajdonképpen minden szimbólumként jelenik igen. meg az agyadban, nem konkrétumként. Milyen lehet, hogy a Dulák Salionikovszki szimbólum az agyában? Jó. De tényleg, okay. És szerintem ez a humorban nagyon sokat segít, hogy a dolgok mögé vagy fölé. Így van. Fölé lássunk. Gyerekek, én annyira köszönöm. Én is köszönöm, még egy hivatalos elköszönést azért csinálunk. Bár már annyira köszöntet, mi is köszönjük, ha Robert köszöni, hogy itt voltunk, itt voltatok, én is itt voltam. Én is köszönöm. Oh yeah. Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, kommentelj, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!